Kötelezővé tenni az éves drogtesztet a 12 és 18 év közötti gyerekeknek, a politikusoknak és az újságíróknak, Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A Híradónak nyilatkozó toxikológus szerint ennyi vizsgálatot képtelenség elvégezni, és egyébként sem ez a megelőzés megfelelő módja. Melyik tetszik, Máté? A Békés Csabai karácsonyi vásárban nézelődik Marti Ilona és családja. Körös tartsáról érkeztek a megye székhelyre. Ilona azt mondja, fia 14 éves, aggódik érte, nehogy elkallódjon, kábítószeres ügybe keveredjen. Hamar belekeveredhetnek sajnos ilyen helyzetekbe, ezt nem szeretném én se, hogyha a gyermekem megy tovább tanulni, és nem szeretném, hogyha valami gond lenne vele. Aggódik a fiatalokért Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója is. Tegnap a Facebookon azt írta, rendszeres évenként drogkontrollra lenne szüksége a legveszélyeztetettebbeknek, vagyis a 12 és 18 év közötti gyermekeknek, a döntéshozóknak, vagyis a választott politikusoknak, és a közvélekedést formálók számára, azaz az újságíróknak. Kocsis Máté azt írta, javasolni fogja a Fidesz frakciónak, hogy mindenről készítsenek jogszabálytervezetet. Zaher Gábor toxikológus szerint kivitelezhetetlen Kocsis Máté ötlete. Azt mondta, a gyors tesztek csak a szerek 5-6%-át mutatják ki, a laboratóriumi vizsgálat viszont sokáig tart és sokba kerül. Marad a rendes analitikai vizsgálat, amihez kell kb. 1 deciliter, másfél deciliter vizelet, kell hozzá egy olyan műszer, amelyik kb. 100-150 millió forint értékű, és egy vizsgálat, egy mintának a vizsgálata az kb. 60-100 ezer forint között van. A 2011-es népszámlálás adatai szerint nagyjából 725 ezer 12 és 18 év közötti gyerek van Magyarországon. Ha a politikusokat és az újságírókat kihagyjuk, csak a gyerekek mintáinak vizsgálata évente 43,5 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek, és a jelenlegi kapacitásokkal számolva 90 évig tartana elvégezni egyetlen év vizsgálatát. És akkor még a bűnügyekhez kapcsolódó vizsgálatokhoz hozzá sem kezdtek. Zaher Gábor azt mondta, ha a törvény lesz Kocsis Máté ötletéből, komoly laborhálózatot kellene kiépíteni. Az országban jelenleg 3 olyan gép van, amivel kimutatható a kábítószer. Kerestük Kocsis Mátét, de nem nyilatkozott. A Fidesz képviselőcsoportjának szóvivője azt mondta, a kommunikációs igazgató hétfőn terjeszti majd be a javaslatát a frakciónak. A frakció a hétfői napon foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, meg fogja tárgyalni és ki fogja alakítani ezzel kapcsolatban az állást. Ez a javaslat egy vicc. Az MSZP szerint nehéz komolyan venni Kocsis Máté javaslatát. Azt mondták, inkább a gyermekszegénység felszámolásával kellene foglalkozni. Inkább azzal kéne foglalkozni a Fidesznek és Kocsis Máténak is, hogy ne legyen Magyarországon több százer ijesztő gyerek és több százer olyan, vagy több tízer olyan gyerek, aki egyszerűen az orvosi ellátáshoz, vagy megfelelő orvosi ellátáshoz sem tud jutni, egyszerűen az anyagi helyzete miatt. Zaher Gábor szerint a megelőzésnek nem az ellenőrzés a leghatékonyabb módja, hanem a megfelelő nevelés, és hogy a szülők beszélgessenek a gyerekekkel.